módosítaná a sebességkorlátozási szabályozásokat Márton Árpád. Az RMDSZ-es képviselő azokat a visszaélő praktikákat szüntetné meg, amelyek egyes helyeken pokollá teszik az autósok életét. A képviselő szerint sok esetben szükségtelenül korlátozzák a sebességet olyan helyeken, ahol erre nincs szükség, máshol nem egyértelmű, hogy a korlátozás mely szakaszokra vonatkozik. A módosító javaslat szerint a korlátozást nem lehet kiterjeszteni az egész településre. Abszurdnak nevezte például a 60 km/h korlátozást a teljes Bogáti erdőben, vagy a 30-as korlátozás 102 elején, amely nem tudni meddig érvényes. Márton Árpád tisztázta, hogy nem az érvényben lévő felső sebesség korlátozásokat módosítaná, csupán pontosítaná a szabályozást. Pusztán csak azzal egészíti ki minden esetben egy-egy újabb bekezdéssel a jogi normát, tehát a településen belüli és a településen kívüli sebességkorlátozásokra vonatkozó jogi normát, hogy megtiltja azt, hogy visszaéljenek ezzel a lehetőséggel. A hatóságok büntethetik is a gépjárművezetőket nem egyértelmű kihágásokért az ellentmondó táblák miatt. A leendő törvény ezért lehetőséget biztosítana arra is, hogy a közlekedők jelezzék a hatalmi visszaéléseket.